A tavalyi évhez hasonlóan alakult a belföldi turizmus Moson-Magyaróváron és a régióban, enyhe 3%-os emelkedés mutatkozik csak ugyanis a vendéglétszám tekintetében, így az elmúlt 9 hónapban körülbelül 15 ezer vendég érkezett a régiónkba, és körülbelül 300 ezer vendég éjszakát töltöttek el itt a turisták. A régiónk az igazából három részre oszthatjuk. Egyrészt van a sziget köz, ami körülbelül egy 30%-át kiteszi ki a vendégszám, vendégszámnak, Körülbelül kb. 40% Moson Magyaróvár, és a maradék 30%-on osztozik meg a határmenti hegyeshalmi, leginkább hegyeshalmi halmi vendégészakák, illetve valamennyi lébény, morja is hozzá tartozik. Ugye azt elmondhatjuk, hogy ez az utóbbiak átutazó vendégek, tehát alapvetően egy éjszakát töltenek itt, Sziget közben Moson Magyaróváron hosszabb idő töltenek. A vendégészakák tekintetében a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyári szezonban a turisták hosszabban tartózkodnak, mind a Sziget közben, mind pedig Moson Magyaróváron. Gráfi elmondta, míg a látogatók és a vendégészakák száma kevésbé, addig a turisták összetételében annál nagyobb változás figyelhető meg a tavalyi évhez képest. Itt ugye az országos szinten is jelentős az eltérés, mert az országnak van olyan része, ahol a belföldi turizmus növekedett, ez főleg Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarországon volt olyan régió, ahol több mint 10%-kal csökkent a belföldi turizmus, nálunk is csökkent a belföldi turisták száma körülbelül 5%-kal, de ezt viszont nálunk szerencsére ellensúlyozta a külföldi turisták növekedése. A kikapcsolódási lehetőségek tekintetében, ahogy tavaly idén is sokan választották az aktív turizmus adta lehetőségeket a régiónkban. A júliusi időszakban azért sziget közben vannak olyan ágrendszerek, ahol ahol már nem is kitettük a megtelt táblát, de azért azt mondhatjuk, hogy nem tudunk úgy evezni, hogy, hogy ne, futnák futnánk bele folyamatosan kenus csapatokban. A kerékpáros turizmusnál ott folyamatosan, tehát annak a, az, annak a turizmuságnak az az előnye, hogy korábban indul és picit tovább tart időszakban, tehát ott már azért áprilisban megjelennek a kerékpáros turisták, és novemberig ők jelen vannak ők inkább még uh, Mosonmagyaróvárt keresik föl. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szűkebb Mosonmagyaróvári és tágabb szigetközi régió is vonzó a turisták számára, éppen ezért ebben a szektorban is folyamatosak a fejlesztések, új szálláshelyek kialakításával pedig jelentősen növekedhet a vendégforgalom 2025-ben.